Ez a kérdezen Nógrádi Györgytől mai adás, a nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, a Zoom túlsó végén pedig Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, aki nem csak bekapcsolni tudja a Zoomot, de saját maga fel is hangosította a hangerőt némi segítsége. Jó napot kívánok, tanár úr, üdvözlőj! Ez egy nagyon-nagyon rossz indulatú megjegyzés volt, rendben, ez volt az igazság. Köszönöm, szép jó napot kívánok mindenkinek! Mielőtt elkezdenénk, arra kérjük a kedves hallgatókat, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra. Köszönettel fogadjuk a támogatásaikat a képernyőn és a leírásban található bankszámlaszámokon, illetve PayPal-on keresztül, illetve örömmel jelentem, hogy a jövő héten három előadásunk is lesz. Mindenkit szeretettel várunk ide. Március 12-én Dunaszerdahelyen, március 13-án Nyúlon, március 14-én pedig Köbölkúton lesznek rendezvényeink, tehát a felvidék, a Szlovákiában élőket és a Győr-Moson Sopron megyeieket különösen várjuk a rendezvényeinkre, de hát tudjuk, hogy ilyenkor mindenhonnan érkeznek. A részleteket megtalálják a www.ultrahang.tv/rendezvények oldalon, a Dunaszerdahelyi és a Köbölkúti rendezvényre nálunk tudnak regisztrálni, a nyúli rendezvényre azt a nyúliak szervezik, úgyhogy annak a regisztrációs linkjét pedig megtalálják a videónk leírásában, és továbbra is lehet rendelni Nógrádi Györgynek a dedikált könyveit. Kijött az új Kennedy könyv, beleolvasgattam most már, nagyon jó, majd fogunk nem sokára csinálni ebből egy könyvbemutatót egyébként, úgyhogy tényleg érdemes ezt is megrendelni, dedikálva, személyre szabva a www.ultrahangkönyvek.com oldalon találják ezt meg. Most pedig akkor a tanár úré a szó, őt kérdezem, hogy melyek voltak az elmúlt napok legfontosabb hírei. Még egyszer szép jó napot kívánok mindenkinek, rengeteg hír jött, én 4 hírt emeltem ki, az első egy picit hosszabb lesz. Egyiptomba az alapkamatot fölvitték 27,25%-ra. Ez egy őrületes alapkamat. Kiemelték azt, hogy ezzel megszűnt az egyiptomi font dollárhoz való kötelező árfolyama. Egy nap alatt 60%-os volt az infláció Egyiptomba. Szerintem ez világrekord közeli. Az államadóság eléri a GDP 95%-át, és idén vissza kell fizetni Egyiptomnak 47 milliárd dollárt, lehetetlen. Felsorolják az okokat, én egyet hagy emeljek ki, a szuezi csatorna válsága, az, hogy a huszik lövik a Vörös-tengeren áthaladó hajókat, de ez csak egy ok, a turizmus, a korrupció és nagyon sok egyéb. A másik hír, hogy az ukrán hadsereg főparancsnokát mégiscsak kinevezték londoni nagykövetnek. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Ma reggel már lejött, hogy Kulevát is ki akarják rúgni. Nagyon fura. A harmadik megjegyzés, hogy pár nappal ezelőtt Zelenszkij bejelentette, hogy 5 merénylet volt eddig ellene. 2 vagy 3 nappal később Olaszországba bejelentett, hogy 10 merénylet volt ellene. Ezeket elég nehéz komolyan venni, de ez egy más kérdés. És az utolsó megjegyzésre a franciák bejelentették, hogy komoly hadipari beruházásokat visznek, és közösen akarnak sok mindent gyártani Ukrajnában és Ukrajnával, többek között drónokat. Ennyi, amit én szerettem volna kiemelni. Köszönöm. Köszönjük szépen az összefoglalót, és akkor menjünk is bele a részletekbe. Kezdjük azzal, amit a tanár úr is mondott, hogy ugye kinevezték Valeri Zaluzsnit londoni nagykövetnek, és akkor az ehhez kapcsolódó hír, hogy akár megválhatnak Dmitro Kulebáról is. Ugye az a nagy kérdés, mert hogy Kuleba nevezte ki Zaluzsnit, hogy ez összefüggésben lehet a két eset egymással, vagy az egész az egymástól függetlenül zajlik. Van egy ukrán új egy ukrán hírportál, a Strana, amely arról ír, hogy különösen sok most a panasz a külügyminisztérium által biztosított nagyköveti jelölésekkel kapcsolatban, pedig Zelenszkij hivatala általában elégedetlen a diplomáciai szolgálattal. Én most nagyon durva leszek. Zelenszkijnek a diplomáciáról fogalma sincs. A nagy politikába valamennyit beletanult, nem túl sokat. A másik az, hogy a nagyköveteket nem a külügyminiszter jelöl ki, hanem ennél sokkal összetettebb a folyamat, de ezt hagyjuk. A harmadik az, hogy Kuleba az elmúlt hónapokban véleményem szerint egy rendkívül egyszerű PR tevékenységet folytatott, egy külügyminiszter feladat ennél sokkal több. És az utolsó megjegyzésem az, hogy az eddigi főparancsnoknak Londonban el kell gondolkodnia. Általában én nemzetközi szakon azt tanultam, hogy egy nagykövetnek egy nap, egy óránál több aktív munkája, extrém esetek kivételében nincs, marad ideje gondolkodni. Mit akar? Londonban ott van az amerikai hírszerzés, otthon vannak a britek, tehát nagyon sok mindent meg tudnak tárgyalni, én nem akarok neki tippeket adni, de az esélyei nem rosszak, pont.
Viszont azt mondta az előbb, hogy Zelenszkinek fogalma sincs a diplomáciáról, kell, hogy legyen. Tehát amikor valaki oda kerül elnökként, megválasztott elnökként, miniszterelnökként egy ország élére, akkor az talán, hogy mondjam, magától értetődő, hogy nem feltétlenül születik bele a diplomáciába. A kérdés az, hogy a regnálása alatt mennyire tanul bele. A kérdésem nagyon jó. Rengeteg ember már úgy lesz első ember, hogy a diplomáciát ismeri. Rengeteg úgy lesz első ember, hogy a diplomáciáról, ahogy ön mondta, ténylegesen fogalma sincs. Zelenszky ahova megy, ott követel. Ez nem diplomácia. Tehát most a törökökkel hadipari együttműködést akar. A törökök már bejelentették, hogy Erdogánnak most a helyhatósági választás lesz a utolsó, amin aktívan részt vesz, és fölkínálja Törökországot a orosz-ukrán béketárgyalásokra. Amerre külföldön megy, mindenütt elmondja, hogy milyen fegyvert és mennyi pénzt követel. Rendkívül érdekes, még egyszer, a baltiak, sajnos, a skandinávok, a lengyelek és a britek támogatják ezt a ukrán politikát. Most Macron is, de a francia vezérkar külügy, ahol lehet elhatárolódni. De annyit látni kell, hogy Zelenszky egy színészből lett államfő. Én tudom, hogy a világon mindenki könnyes szemekkel dicséri Ronald Reagant. Nekem meggyőződésem, hogy ő alkalmatlan volt USA elnöknek, hogy alatta szétesett a Szovjetunió és a szocialista világrendszer, ez egy más kérdés. Zelenszky sem alkalmas arra, hogy Ukrajnát vezesse, nincs meg az a bölcsessége, nincs meg az a elnézést kérett tudása és nagyon sok egyéb. Az angol beszédeit felolvassa, tehát nagyon-nagyon furcsa a helyzet. Meglátjuk, hogy Kulebát menesztik el. Már a hírekbe lejött, hogy az elnökhivatal egyik helyettesét akarják odaküldeni új külügyminiszternek. Meglátjuk. Azt se tudom, hogy a külügyi gárda elfogadja, ha nem fogadja el, akkor sincs semmi. Az, hogy Zelenszky morog a morgás, azt jelenti, hogy a nagykövetségek nem hozzák azokat a PR adatokat, amelyeket ő elvár. Pont. Na menjünk tovább. Törökországban találkozott egymással Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök és Recep Tayyip Erdogan török elnök méghozzá tegnap Isztambulban. Megbeszéléseket folytattak az ukrajnai háború menetéről, a megszűnt fekete-tengeri gabonaüzletről és a védelmi iparuk együttműködésének fokozásáról. Hogy értékeli ezt a találkozót, és miért volt jelentősége? Erdogán próbál egy teljesen önálló utat járni. Az egyes számú kérdés az, hogy Erdogánnak lesz-e utóda. Szerintem gondoskodni fog róla, de ez egy más kérdés. Kettő. Erdogán az évek folyamán a török nagyvárosok zömét elveszítette. Három. A vidék Erdogán mögött áll. Négy. Erdogán az, aki kőkemény harcot folytat a kurdokkal szemben, mert meggyőződése, hogy ha kurd autonómia lesz Szíriában vagy Irakban, és ezek ellen most fegyverrel föllép, akkor a kurdok autonómiát követelnek Törökországba is, ami az ország szétesését jelenteni. Következő. Azért tavaly évvégén az infláció Törökországban meghaladta a 80%-ot. Mi a török cél? Ahova lehet fegyvert eladni, a fegyver eladása a világ egyik legjobb üzlete. Erről többek közt megállapodott a Zelenszkijel, tehát az ukrán államfővel. Mind a két fél elmondta, amit akar, de Törökország nem állt Ukrajna mellé. Törökország patika mérlegen figyeli, hogy körülbelül ugyanolyan arányba támogassa az oroszokat, mint az ukránokat, és tökéletesen tisztában van azzal, hogy bármennyi támogatást kap Ukrajna, ez a háborút el tudja húzni, de ukrán győzelem nem lesz. Ugye talán azért is érdekes a török találkozó, mert Törökország a NATO tagja, és arról most is beszélt Erdogan, hogy támogatja Ukrajna területi integritását, ugyanakkor meg jó kapcsolatot ápol Oroszországgal is, és rendszeresen tárgyal az ukrajnai háborúban résztvevő mindkét féllel, már csak azért is, mert a mindkét fél érintett ugye a Fekete-tengeri megállapodásban, és ugye ezt pont a törökök menedzselték azért az elmúlt időszakban. Egy És Zelenszky elég sok jelen. hasznuk volt rajta, elnézést És kérek. elég sok hasznuk És volt nagyon rajta, sok sőt, hasznuk emlékezhetünk, volt. hogy a háború első napjaiban lezárták a Boszporuszt, tehát sok minden történt. A kérdés az, hogy ha személyesen megy Zelenszky Törökországba, és lehet azt tudni, hogy az orosz választásokat követően várhatóan Putyin is megy, akkor az jelezhet egy olyat, hogy a háttérben akár egy béketárgyalás előkészítése zajlik? Jelezhet, csak Zelenszkij nem tért el mindmáig a 10 pontos béketervétől. Ezt a béketervet az oroszok a halálos ágyukon sem fogják elfogadni. Mi ennek a lényege? Oroszország fizessen teljes kárpótlást, adjon vissza mindent, beleértve a Krímet, és emeljék piedesztára Ukrajnát, hogy szépek, okosak és bölcsek. Na most ilyen a történelemben nem lesz. Egy kis ország ezt nem tudja elérni. Minél tovább folyik a háború, annál több ukrán halott lesz,
A területek visszaszerzésének a valószínűsége minimális. Nekem rendkívül fura, hogy jó pár ország azt mondja, hogy 2 év múlva Ukrajna azt fogja csinálni. Én remélem, hogy 2 év múlva itt nem lesz háború. Ha Trump győz, akkor ez a háború pillanatok alatt véget fog érni. Európa egyedül nincs abban a helyzetben, hogy Ukrajnát támogassa, annál inkább, mert a fegyverraktárai döntő részben kiürültek. Most a csehek jöttek elő azzal az ötlettel, hogy a világon meglévő lőszert Európai Unió vegye meg és adja oda Ukrajnának. Szörnyű nehéz kérdések. Én nem akarok nagyon negatív álláspontot képviselni, de ha a világ összes 155 milliméteres lőszerét odaadják, Ukrajna akkor sem tud nyerni. Lehet, hogy 3 kilométert valamelyik frontszakaszon előre megy, de egyéb dolog nem lesz. Tehát a török cél egyértelmű. A törökök úgy engedték be a svédeket a NATO-ba, hogy 2 dolgot követeltek és elérték. 1. A megfelelő modern amerikai légierő megkapása. Megtörtént. 2. Svédországból meghatározott kurcsoportokat tiltsanak ki, a svédek 2-t nyeltek és megcsinálták. Tehát ez a török diplomácia kőkemény török érdeket képvisel, és ez igaz az orosz-ukrán háborúban is. Kérdezek egy kicsit bonyolultabbat, de majd valahogy összeáll, hogy van Összeszedem ugye, magam. Rendben. van a Fekete-tengeri gabona kezdeményezés, amelyet Oroszország ugye felmondott tavaly júliusban a háborúra hivatkozva, de pont Illetve arra, hogy a saját gabonáját is szeretné eladni, elnézést. Már most azt mondják a lengyelek, hogy az oroszok kijátsszák a szerződést, és Belarus és egyéb gabonaként adják el az oroszt. Igen, bocsánat. De ugye pont a Törökország és ENSZ által közvetített megállapodás lehetővé tette, hogy Ukrajna biztonságosan exportálhasson gabonát a Fekete-tengeri kikötőiből. Ugye eznél volt az a hivatkozás, hogy azért ezek általában a harmadik országbeli országokba kellenek, hogy vagy, tehát harmadik világbeli országokba kellene, hogy menjenek, aztán, hogy hova ment, az más kérdés. De most meg azt Állj, látjuk, állj, bocsánatot kérek. Ez egy baromi jó dolog, amit ön kérdez, de vegyük a túloldalát. Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabonaexportőre. Rendben van. Hova szállított eddig a gabonát? Harmadik világba. Milyen gabona ez? Döntően nyugati, arab, egyéb részint amerikai gabona, amely ukrán földön termett. 4. Semmilyen Európai Uniós előírásnak nem felel meg. 5. Emiatt mi az ukrán érdek? Ezt a gabonát rögtön eladni az első Európai Uniós országba, mert úgy van extra-extra profit hasznom. Kitiltakozik a teljes agráripar, mindent a franciáknál, spanyoloknál, lengyeleknél, magyaroknál, cseheknél, stb. Mi a következő? Mit mondunk, hogy ez a gabona rengeteg kritériumnak nem felel meg és fertőz? Tehát vigyék a harmadik világba. Hát ennél elvtelenebb álláspont nincs. Én Európa nem veszem meg, mert fertőz, mert szétveri a saját gabona termelőimet, de a harmadik világ nyugodtan egye meg. Minősíthetetlen. Igen, és bocsánat. akkor a kérdésem az, hogy ugye most meg látjuk, hogy többek között Lengyelországgal milyen feszültség van, a gazdák újra tüntetni fognak, és hogy a szárazföldi gabonaszállítás milyen feszültségeket okoz, és ilyenkor merül fel a kérdés, hogy Európának például nem lenne érdeke, hogy mégiscsak inkább a Fekete-tengeren zajlódjon az ukrán gabonaszállítás, és menjen a harmadik világba, mint hogy tönkre tegye az európai piacot. Önnek tökéletesen igaza van, csak Ukrajnának nem érdeke. Ukrajna a Fekete-tengeren akkor szállít gabonát, ha valamilyen módon ezt a gabonát nem tudja átsúvasztani az Európai Unióba. Az ukrán cél az, hogy ahogy átkoztam, nincs szállítási költség. Elképesztően jól el tudom adni a gabonát. Sokkal olcsóbb, mint az európai gabona. Miért? Mert nincsenek előírások. Nekem rendkívül érdekes volt, egy francia parasztüntetésen volt a jelszó, hogy nálunk, tehát Franciaországban az órabér 10 euró, Brazíliában 1 euró. Ugyanez igaz Ukrajnára. Mit fognak mondani ukránok? Kérem, szabad kereskedelem. Mit fog mondani Európa? Védjük a gazdáinkat. Most éppen Brüsszel nem védi a gazdáinkat, de remélhetőleg előbb-utóbb védeni fogja. Nekem rendkívül érdekes von der Leyen, egy Európai Uniós vezető, azért nem lehet NATO főtitkár, mert különösebbképpen gyűlöli az oroszokat. Nem tudom, van-e rá oka, szerintem nincs. Most ő újra Európai Unió egyes számú vezetője akar lenni. Tessék mondani, Brüsszelből lehet olyan politikát folytatni, hogy úgy gyűlölöm az oroszokat, amit Európa legnagyobb földrajzi kiterjedési országa. Tehát rengeteg a dilemma. Igen, az ukrán cél az, hogy a gabonát eladni, a nyugati cél is ez, hiszen ezek amerikai, belga, mit tudom én, milyen földek.
Van a Lengyel Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének kelet-európai programjainak koordinátora Daniel Seligovsky, aki úgy nyilatkozott egyébként egy ukrán portálnak, hogy a lengyel-ukrán viszony romlása tavaly a Gabona üggyel indult, és most politikai válsággá nőtt, és hogy Kijev Brüsszelnél akarta elérni, hogy az nyomást gyakoroljon Varsóra, és meghátrálásra kényszerítse Varsót, és hogy ez rövid távon bejött, viszont hosszú távon elvezetett a mostani krízisnek, mert hogy egyrészt Donald Tusk Ukrajna egyik legnagyobb támogatójának számít, de a lengyel gazdákkal Számított. meg számított, de a lengyel gazdákkal meg mégsem szeretne konfliktust. Persze, elnézést kérek. Hát Kijev, ami trükk létezik, az kijátsza. Brüsszelbe, agrár ügyekbe egy lengyel biztos nyilatkozott. Én olvastam a nyilatkozatait, aztán elájulok. Mit mondott? Európa addig tűri el, hogy a ukrán gabona bejön, amíg Ukrajna az Európai Unió tagja lesz. Jó esetben ez 10 év. 10 év alatt az európai gabona tönkre megy. Elnézést, ez egy lengyel ember. Tudom, hogy Brüsszelben nemzetek fölötti érdekek vannak, elvileg. Valóságban nem. Ki hogy tudta meggyőzni ezt az illetőt, hogy Európa ellen foglaljon állást? Tusk. Persze, ő Brüsszel felé kíván tekinteni, de nem akar a saját mezőgazdasági embereivel szembe kerülni. Pont. És visszatérve még az Erdogan-Zelenszky találkozóra, hogy Igen. nagyon érdekes volt, hogy a török elnök elmondta, hogy hozzá fognak járulni, nagyban hozzá fognak járulni Ukrajna újjáépítéséhez a háborút követően. Zelenszky pedig arról beszélt, hogy Oroszországot nem fogják meghívni a Svájcban megrendezendő első békecsúcsra, illetve kijelentette, hogy a soron következő találkozóra meghívást kaphat egy orosz képviselő, miután megvitattak és kidolgoztak egy békéhez vezető úti tervet Kijev szövetségeseivel. Mit gondol ezekről? Mostobaság, elnézést, tudom, hogy durva, amit mondok. Oroszország nélkül Oroszországgal békét kötni lehetetlen. Tehát Zelenszkij megint fordítva ült föl a paripa hátára. Második megjegyzés. Ő a legszebb béketervet kidolgozhatja a barátaival Svájcba, Törökország. Miért akar mindenki részt venni az ukrán újjáépítésben? Mert ott elképesztő profit van, ellenőrizhetetlen. Hát a legkedvesebb példám az, hogy most óriási pénzt vesznek föl Mariupol újjáépítésére. De egy, Mariupolt újjáépítették az oroszok. Kettő, oroszok tartják elfoglalva, megszállva, nem kívánt részt törlendő. Tehát elképesztő korrupció lesz itt, amiben a nyugatiak fognak részt venni, és nyilván a törökök elég bölcsek ahhoz, hogy ebből ők se akarnak kimaradni. Pont. Menjünk tovább, ugye Emmanuel Macronnak a különböző mondataira figyel most Európa. Kezdődött ez azzal, hogy még múlt héten a francia köztársaság elnöke arról beszélt, hogy hát lehet, hogy eljöhet az a pont, hogy katonákat kell küldeni Ukrajnába. Aztán ezt árnyalták, és utána Macron azt mondta, hogy hát, hogy akkor lehet, hogy mégsem úgy küldenek, bár itt is azért valami fajta állásponthoz ragaszkodik, viszont volt egy olyan fél mondata, hogy ki ne tudná azonban, hogy Ukrajnában, bár csekély számban, de már a háború kezdetétől jelen vannak a nyugati katonák, és aztán Bocsi, 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 Macron zseni, sokkal jobb, mint én. De nem a háború kezdetétől, jóval korábban ott vannak a nyugati katonai szakértők, csak a pontosítás miatt. Igen. és kicsit az az érzés van, mintha a politikusok, tehát akár Macron, akár Olaf Scholz német kancellár, olyan dolgokat is elmondanának, amikről lehet, hogy amúgy nem nagyon örülnének mások, hogy beszéljenek. Ugye Olaf Scholz is kemény kritikát kapott Nagy-Britanniában, amikor a fedett tehát amikor információkat fedett fel a külföldi erők ukrajnai állomásosztatásáról, ugye a Scholznak is volt ilyen mondata, hogy ezt a politikusok véletlenül szólják el ezeket a mondatokat, vagy ez egy tudatos dolog, és így hangolják át a közvéleményt? Én hiszem azt, hogy az esetek jelentős részében tudatos dolog. És tudom, hogy ez a műsor nem a reklám helye. Ha valaki ráér, holnap, vasárnap este 19 óra 10 perckor a Német Kettes csatornán, a ZDF-en lesz a Berlin Direkt című műsor, ahol arról lesz szó, hogy miért lazítja a koalíciót a liberális párt Linner belülről. Holnap este az egyes csatornán, az ARD-n vagy Das Erste-n lesz egy műsor, olyan 3-4-10 körül, ahol azt vitatják meg, hogy sikeres a német külpolitika az orosz-ukrán háborúba. Én nagyon szépen kérek mindenkit, hogy aki tud németül, nézze meg ezeket a műsorokat, ezek a műsorok általában nagyon jók, pont.
Megjelent egy érdekes hír, hogy nem egy országnak a nagykövetsége figyelmeztetést adott ki Moszkvára. Az Egyesült Államok, valamint Nagy-Britannia nagykövetsége is arra figyelmeztetnek, hogy terrortámadás várható 48 órán belül Moszkvában. Azt mondják, hogy a következő 2 napban szélsőséges csoportok támadást indíthatnak Moszkvában, és a nagykövetség közlése szerint nagy létszámú rendezvények lehetnek a célcsoportok. Arra kérték az Oroszországban, Moszkvában tartózkodó állampolgáraikat, hogy maradjanak távol az ilyen eseményektől, és hogy kísérjék figyelemmel a helyi médiát a friss információkért. Az FSB, az orosz biztonsági szolgálat pedig egy nappal ezelőtt hozta nyilvánosságra, hogy az ügynökeiknek sikerült meghiúsítaniuk egy potenciális, az iszlám állam által szervezett terrortámadást egy moszkvai zsinagóga ellen. Ugye a jövő héten, tehát március 15 és 17-e között választások lesznek Oroszországban. Mennyire lehet ilyenkor hinni, vagy mennyire érdemes odafigyelni az USA és a brit nagykövetségnek az ilyen jellegű előrejelzésére, és mennyire lehet arra számítani, hogy tényleg akár egy nagyszabású terrortámadás történik Oroszországban? Kezdjük az elején. Ma a világon bármikor, bárhol lehet nagyszabású terrortámadás. 2. A titkosszolgálatok feladatai ezt meghiúsítsák. 3. Nekem rendkívül érdekes volt, végigolvastam azt a hírt, amit ön most kérdez. Tényleg azt írták, hogy valami egy zsinagóga ellen Moszkvába, de nem mondták be, hogy melyik ellen. Következő. Az orosz titkosszolgálat jó pár ügynököt letartóztatott az orosz peremvidékeken. 48 óra múlva okosabbak leszünk. Ha nekem ma kellene fogadást kötni, azt mondanám, hogy nagy valószínűséggel nem lesz terrorcselekmény. Ettől még lehet, de az orosz titkosszolgálat szerintem mindenhova beépült, képbe vannak, tehát túl sok új információt ez az angol-amerikai nyilatkozat nem tett. Ezekben a nyilatkozatokban az is benne volt, hogy kérik az állampolgáraikat, hogy ne utazzanak Oroszországba. Nyilván az oroszok is odafigyelnek ezekre. 48 hónapban okosabbak leszünk, eddig az oroszok a merényletek döntő részét el tudták állítani. Egy újabb hírrel folytatnánk. Alekszandr Pavlyuk altábornagy, aki az ukrán szárazföldi erők parancsnoka, arról számolt be, hogy Ukrajna megpróbálja visszaszerezni a harctéri kezdeményezést idén, és ennek érdekében ellentámadási műveleteket indít. Azt mondta, hogy hamarosan stabilizálják a helyzetet, és megtesznek mindent, ami lehetséges, hogy felkészítsék a csapatokat több aktív műveletre, és megszerezzék a kezdeményezést. Ez az az úriember, aki Alekszandr Szirszki tábornokot váltja a szárazföldi erők parancsnokának posztján, vagy hát már váltotta is. Van esélye az ukránoknak ellentámadást indítani? Én nagyon szemét leszek. Én évek óta, évtizedek óta azt mondom, hogy minden embernek az üléspontja meghatározza az álláspontját. Ha én ukrán szárazföldi vezérkari főnök lennék, ugyanezt mondanám. Van esélye? Szerintem nincs. Mondhat mást? Nem. Persze, hogy ezt mondja. Mit kell mondani, hogy csapataink előre mennek, elfoglaljuk Vlagyivosztokot, veszünk egy mély lélegzetet, átúszunk Ausztráliáig, tehát neki ezt kell mondania, hogy ez igaz? Nem, de ez most senkit nem érdekel. A baj az, ha hisz benne. Ha értelmes, akkor tudja, hogy amit mond, ez nem igaz. Oké, menjünk tovább, és akkor Ukrajnán túl most az Egyesült Államokba utaznánk, vagy hát mi nem utazunk, de Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke utazott, ahol zárt körű találkozón vett részt Donald Trumppal, az Egyesült Államok korábbi elnökével, meg lehet, hogy jövendőbeli elnökével. A CNN szerint a zárt körű sok vendéges rendezvényen egy tribut zenekar játszott, és nem volt konkrét napirendi pont, hanem egy laza barátkozás volt jó hangulatban, és kijött egy videó, ahol arról beszélt Trump, hogy senki nem jobb, okosabb vagy jobb vezető Orbán Viktornál, nem egy ellentmondásos figura, mert azt mondja, így lesz és ennyi, ő a főnök, ezt mondta Donald Trump, Biden meg azt mondta, hogy diktatúrát épít Magyarországon, hát eltérő ízlések és pofonok. Ön mit gondol, van-e jelentősége Donald Trumpnak és Orbán Viktornak a találkozójának, és lehet-e azt mondani, hogy ha Donald Trump lesz az Egyesült Államok elnöke, már pedig most úgy látszik, hogy van erre esély, akkor akár Magyarország ebből a kapcsolatból jól is kijöhet? Ez egy nagyon jó kérdés. Én ezt a elmúlt hetekben nagyon sok esetben, nagyon sok helyen megkaptam. Nagyon sok mindent látni kell. Egy, az USA ma még a világvezető hatalma. 2. A mai tudásunk alapján a novemberi választást megnyerheti Trump. Nagyon messze van november.
Elképesztő mocskolódás lesz. Biden szegénykém olyan, amilyen mit mondott Trump, hogy kihívja egy nyílt tévévitára. Túl nagy korkülönbség nincs köztük, a szellemi állapotokban van különbség. Biden megtartotta évértékelő beszédét, amely nem volt rossz. Nem tudom, hogy turbózták föl, nem akarok szemét lenni. Tudnék példákat mondani a történelmből, nem akarom megtenni. Az, hogy Trumpnak jelenleg Európában egyetlen partnere van, és azt úgy hívják, hogy Orbán Viktor, ez azt jelenti, hogy Trump győzelme esetén Magyarország az egekbe fog emelkedni, és függetleníteni tudjuk magunkat sokkal-sokkal jobban, mint eddig Brüsszeltől, és Washingtonból 24 órán belül ez képletes, új nagykövetet fognak Budapestre küldeni, aki a magyar kormány támogatja, és nem ellene fog állást foglalni. A mostani nagykövet visszamegy Amerikába, nem tudom mit csinál, elmegy kutatóintézetbe, gazdaságba, egyetemre, nem tudom, de a budapesti szerepe rendkívül gyorsan véget ér. Az, hogy sikeres volt a Trump-Orbán találkozó, az azt mutatja, hogy mindkét fél a másikat helyén kezeli. Trump tudja, hogy Magyarország nem Európa vezető hatalma, de tudja azt, hogy az orbáni politika sok ponton hasonló az övéhez, és egy stratégiai szövetség lehetséges. Ugye a héten szuperkedd is volt, ahol Trump is jól szerepelt, Bidenről is elmondhatjuk, hogy jól szerepelt, mondjuk ez Bidennek nem volt várható volt. ellenfele. Tessék? Bocsánat, nem volt ellenfele. És így is rengetegen ellene voltak. Szóval Bidennek a fő problémája az, hogy szegényke, öreg, beteg, olyan, amilyen, nem akarok jelzőket mondani rá. Én döbbenten figyelem, hogy a demokraták indítják-e őt. Szerintem nem képes még 4 évet végcsinálni. Én nem tartom kizártnak, hogy az augusztusi konvención egyszerűen valakit kijelölnek helyette, bárki lehet, kivéve az alelnököt. Én nézem azt a hölgyet, nem mondom meg az egész életét, írt egy könyvet, már többször elmondtam, én írtam hozzá az előszót, az értékelést, mindent. Várja, hogy mikor ugrik föl és kezd el tapsolni, szóval nem lenne jó elnök, pont. Ezzel együtt kérdezem, hogy hogy látja most az elnök választásoknak az esélyeit, és mire számít, lehetséges-e, hogy az utolsó pillanatban, amíg lehet, Bident mégiscsak kiveszik a kampányból, és mást raknak oda helyette? Elképzelhetőnek tartom, Bidennal lehetetlen nyerni. Ha véletlen nyerne, amit én kizártnak tartok, nem tudja a következő 4 évet végcsinálni. Alkalmatlan arra, hogy a világ vezető hatalmát vezesse. A kérdés az, hogy ki az, akit pillanatok alatt augusztusban be lehet ugratni a helyébe. Én szerintem egy 40-50 éves férfi, nő, fehér, színes bőrű valaki kellene, akit a társadalom elfogad. De azt augusztustól novemberig föl kellene építeni. Ez nem olyan egyszerű dolog. Meglátjuk, hogy dönt a demokrata párt. Biden nyilván nem akar visszavonulni. Egyébként az mennyire újdonság a történelemben, akár az amerikai történelemben, hogy egy leváltott amerikai elnök 4 éves pihenő után visszatér? Erre egy példa volt eddig az amerikai történelemben, Trump lesz a másik, ha vissza tud jönni. És ön szerint más lesz a újonnan kezdődött Trumpi politika, mint ami volt korábban? Trump rengeteget tanult nyilván a 4 éves elnökségéből, de a Trumpi fővonalak meg fognak maradni. Amerika az első, a NATO-t átértékelem, ragaszkodom a 2%-hoz, vezetni akarom a nyugati szövetséget, lehetőleg elkerülni a háborúkat, orosz-ukrán fronton azonnali béke. Menjünk tovább Németországra, migrációs Az jó. politikáról fogom Igen. kérdezni. Németországban tavaly mintegy 329 ezeren nyújtottak be első alkalommal menedékkérelmet, ami nagyjából felével volt több az azt megelőző évhez képest, és ebben nem szerepel a több mint 1 millió ukrajnai menekült, mert nekik nem kell benyújtaniuk ilyen kérelmet, és hogy számos német település jelezte, hogy már nem tud megbirkózni az emberek elhelyezésével, most pont összehoztak egy tartományi miniszterelnöki konferenciát Berlin, ahol azt kérték néhányan a vezetők közül, hogy valamit próbáljanak meg megoldani. Ugyanakkor Olaf Scholz meg azt mondja, hogy Berlin jó úton jár a migrációs politikában. Hogy látja a tanár úr, mennyire temetheti maga alá a migrációs nyomás Németországot, és a 329 ezer menedékkérő az soknak számít, vagy kevésnek? Attól függ, hova, honnan indítok. Ha 2015-ről számítom, akkor ez egy jó arány. A korábbról, későbbről, akkor ez egy rossz arány. A másik megjegyzésem az, hogy Scholz részt vett ezen a berlini konferencián, és a tartományi miniszterelnökökkel kompromisszumot tudott kötni. Ukránok. Ukránokat vissza akarják küldeni. Elnézést, a svédek, a norvégok elfogadtak egy törvényt, hogy aki hajlandó visszamenni Ukrajnába, az X eurót kap. Elég nagy összeget, csak menjen el.
Az ukránok jelentős része nem hajlandó munkába állni. Az ukránok jelentős része képtelen integrálódni. Én nem tudom, elmondtam, mely fejből mondom most, hogy Csehországban az ukránok jóval képzettségük alatt dolgoznak. Az ukrán középiskolás gyerekek fele nem jár középiskolába. Cseh szinten az ott élő ukránok döntő része a szegénységi szint alatt él, de Csehországban a szegénységi szint az sokkal jobb, mint Ukrajnában középpolgárnak lenni. Tehát ezek nagyon-nagyon nehéz kérdések. Németország is annyi sebből vérzik, hogy ez egy pluszpont, annyit kell látni. Én nem tudom, elmondható egy ilyen műsorban, hogy a lengyel nők tiltakoztak, hogy az ukrán nők megjelenése milyen problémákat okoz a lengyel üzemekbe, gyárakba, aki hajlandó dolgozni. Tehát nem fogadják szeretettel az ukránokat, és ezt pontosan tudni kell az ukránoknak is. Beszéljünk Nagy-Britanniáról, ahol benyújtották a választási költségvetést, amelytől még népszerűtlenebb lehet a kormánypárt. Nincs érdemi adócsökkenés, ezért 1948 óta a legmagasabb adókat kell befizetniük a brit polgároknak. Jeremy Hunt pénzügyminiszter nem merte az adókat mérsékelni, mert Londonban még emlékeztek arra, hogy az előző Tory kormányfő éppen ebbe bukott bele, és hát azt látni, hogy mintha adók szempontjából nehéz lenne a nagy-britanniai költségvetés, ami nyilvánvalóan az állampolgároknak az életére is hatással van, de vajon van-e még esélyük a konzervatívoknak fordítani, ugye idén választások lesznek Nagy-Britanniában is, vagy ezt már elengedték? Én úgy gondolom, hogy egy választásról nem szabad elengedni. Csodálatos érv, hogy hagyjuk őket győzni, és 4 év múlva büszkén visszajövünk, ez utópia. Ön azt mondta, hogy 1948. Az 1945-ös brit választásokról egy fiatal amerikai újságíró írt beszámolókat, úgy hívták, hogy John Fitzgerald Kennedy. És Kennedy leírta, az egyetlen volt, hogy Churchill veszíteni fog. Mert a munkáspárt csodálatos dolgokat ígér, de nem tudja tartani. Megígérte, és a következő választást elbukta, és Churchill visszatért, amikor már nagyon öreg volt. Most a konzervatívok mindent megtesznek, hogy egy lejárassák a munkáspártot, kettő, hogy minden konzervatívot összefogjanak, volt miniszterelnökből külügyminiszter csináltak. Egy választást ma Európában, vagy bárhol a világon lehetetlen előre prognosztizálni. Ha ma lennének a választások, de nem ma vannak, a munkáspárt biztos győzelmet aratná. De meglátjuk, hogy addig mi lesz. Köszönöm, és akkor hallgatói kérdésekkel Oké. folytatnánk tovább. Így szól az első. Tisztelt szerkesztőség, először is szeretném megköszönni a kiváló tartalmakat, amit napról napra létrehoznak. Nógrádi tanár úrtól szeretném kérdezni, hogy mi lesz a külföldi tulajdonú ukrán földek sorsa, miután bevonultak az orosz erők a térségbe. Ilyenkor a tulajdonjog automatikusan elveszik. Kína és USA mezőgazdasági érdekeltség is van. Köszönöm a válaszokat, további jó egészséget kívánok, Zsolt. Nagyon jó a kérdés, de egy picit pontosítom. Döntő részben nem az oroszok által megszállt területekről van szó, hanem a ma ukrán kézen lévő területekről, kettő. Nekem meggyőződésem, hogy egy amerikai-orosz kiegyezésnél, amely Ukrajna feje fölött lesz, a egyik téma az lesz, hogy mi lesz a ott lévő nyugati tulajdonnal. A orosz válasz az lesz, hogy garantálom a biztonságát, és ettől kezdve a világon semmi nem változik meg. Tehát nem fognak amerikai tulajdonokat elvenni, extrém esetek kivételével, és a befektetett tőke biztonságban lesz, hogy milyen Ukrajna lesz a háború után, az egy más kérdés. A következő kérdés így szól, tisztelt király és Nógrádi urak, ahogy a tanár úr fogalmaz, egy szemináriumi kérdés fogalmazódott meg bennem, amely egyáltalán nem reális, mégis érdekessége és kíváncsiságom miatt feltenném. Milyen szabályai vannak egy háborúban álló ország megtámadásának? Teszem azt, az Egyesült Államok hadüzenet után megtámadja Ukrajnát nyugat felől. Hasonló eset lenne ez Lengyelországéhoz. Ha nagyon gonosz szeretnék lenni, akkor nem is szükséges a hadüzenet, az USA nyugodtan mondhat, ne, hogy különleges katonai műveletet hajt végre Ukrajna nyugati felén. Egy ilyen esetben mi lenne az orosz fél reakciója? Válaszát előre is köszönöm, F.A. Tatáról. Hát a válaszom az, hogy jövő héten megyünk, nyugra jöjjön át. A második megjegyzésem, hogy ahhoz, hogy amerikai csapatok bemenjenek Ukrajnába, ez ma kizárt. Ez egy elméleti kérdés. Miért támadna már, hogy szembe kerüljön az oroszokkal? Ezt akarja elkerülni. Hogy osszák fel Ukrajnát, hogy 1939-ben felosztották Lengyelországot? Lehet.
de ott előtte volt egy Molotov-Ribbentrop paktum, ahol mindenről megállapodtak. Most nincs ilyen megállapodás az amerikai és orosz külügyminiszter közt harmadik. Hogy kerülnek az ukrán nyugati határa olyan létszámú amerikai csapatok, hogy be tudjanak menni? Tehát ez tényleg egy szemináriumi előadás esete lenne, ennek ma nincs realitása. A cél, hogy a orosz-amerikai közvetlen összecsapást elkerülni. Mind a két fél ezt mondja. Egy újabb kérdés, nagyon tetszik a műsor, köszönjük, hogy igyekeznek minket objektíven tájékoztatni. Az elmúlt időszakban fenyegetést kapott Toroczkai László, illetve ukrán szélsőségesek is megfenyegették Magyarországot, ha elveszítenék a háborút, akkor Magyarországra vonulnának vissza. Emmanuel Macron pedig kijelentette, hogy katonákat is küldene Ukrajnába. A kérdésem, előfordulhatna az, hogy Ukrajna kétségbeesésében megtámadja Magyarországot, a NATO erők pedig a híres ötös cikkelyre hivatkozva így vonulnának be Ukrajnába? Néhány nappal ezelőtt én ezt olvastam, és nagyon sokat gondolkodtam, hogy elmondjak erről egy poént, ha nem tetszik, akkor ön kiváltja. Egy volt ukrán zászlóalparancsnok, nagyon szemét leszek, egy senki. Egy zászlóalparancsnok az egy őrnagy vagy alezredes, tehát nem két-három-négy csillagos tábornok. A hadsereg szintjén egy beosztott X ezredik valaki. Azt mondta, ha Ukrajna elveszíti a háborút Oroszországgal szembe, akkor a ukrán hadsereg bejön Magyarországra, és a 400 ezeres ukrán hadsereg elfoglalja az országot a 20-valány ezeres Magyarországgal szembe, és a ukrán nép áttelepül ide, és meglátjuk, hogy mi lesz. Hát az illetőnek túl nagy politikai képzettsége nincs. A másik megjegyzésem az, hogy egy ilyen háború esetén nekünk el kellene dönteni, hogy mit csinálunk 400 ezer ukrán hadifogollyal. Tudom, hogy amit mondok, poén és szemétség. De egy beosztott senki, aki már nincs rendszerben, ne nyilatkozzék az ország a háborújáról és békéjéről. Ma, hála jó Istennek, nincs napirenden egy ukrán-magyar háború. Ennek nincs realitása. Mindent megteszünk, hogy ne legyen, és reméljük majd egy háború utáni új ukrán vezetéssel rendezni lehet a kapcsolatokat, többek között a kárpátaljai magyarokért. Pont. És akkor a mai utolsó kérdés. Tisztelt Nógrádi úr, nagy találgatások vannak Ukrajna lakosságával kapcsolatban, jelenleg körülbelül 29 millió főre teszik. Ebben a számban a nemzetközileg elismert Ukrajna határain belül lévő népesség van benne, Krím, Donyec medence. Ön szerint meddig fogyhat Ukrajna lakossága, és hol van az a pont, amikor már nem lehet fenntartani a társadalmi rendszert? Volt egy vicc, szerintem a hallgatók már erre nem emlékeznek. Volt egyszer egy NDK, Német Demokratikus Köztársaság, és annak az élén állt Walter Ulbricht, valamikor a 70-es években halt meg, 73 körül, de ebben nem vagyok biztos. És Ulbricht a vicc szerint udvarolt egy gyönyörű színésznőnek, és a csaj azt mondta, hogy nagyon szépen kérem, oltsa le a villanyt. Mire Ulbricht válasza, az volt, kettesbe akar velem maradni, magyarul az NDK kivándorol. Lehetetlen megmondani, hol a határ. Aki tud, Ukrajnából elmenekült. Zelenszky mondja, hogy ő megnyeri a választásokat. Hát ha nincs lakosság, akkor igen, ha van lakosság, akkor nem. Tehát ma Ukrajnából nem akarnak az emberek meghalni, el akarnak jönni. Ezt az ukrán vezetés nem veszi tudomásul, kőkeményen védi a határokat és büntet. Ez a válaszom. Nagyon szépen köszönjük a válaszokat, és a műsorunk végén a jövő hétig még játszható hallgatói kérdést ismertetné a tanár úr. Hogy kérdezzem meg, jó válaszok jöttek, vagy még nem Megnézem vannak? itt közben. Jó. A kérdés az volt, hogy a világ egyik legtehetségesebb komponistája Johann Sebastian Bach volt. Bach a Lipcsei Tamás templomnak volt a karnagya, és a templom előtt van a szobra. Ez a szobor három dolgot szimbolizál. Mi ez a három dolog? Zárójel, én elővettem a szobrot, tehát interneten megnéztem. Hát a három dologból mind a három látszik a szobron, de azért nem egyszerű felismerni. Jöttek jó válaszok? Jöttek jó válaszok, és vannak, akik meg nem azt írják le, hogy mit szimbolizál, hanem hogy mi látható rajta. Tehát a Bach orgonakotta az nem a jó válasz, ennyiben Nem, segítünk a nem, nem, hallgatóknak, nem. de jöttek jó válaszok, igen. Helyes. Akkor ez a kérdés, és nagyon szépen köszönöm.
Jövő péntek évfélig még tudnak játszani a www.ultrahang.tv per játék oldalon, majd valamelyik közönség találkozónkon bemondjuk a megfejtést, és azt majd láthatják önök is, meg megkérdezzük a helyieket is. Jöjjenek Vagy el! megspóroljuk a könyveket, és nem mondjuk be a jó választ. Nem, ilyet soha nem tettünk még. Jöjjenek el! Jó, De a én tanár úrnak szívesen adok a saját könyvemből egyet, hogyha nagyon szeretne egy plusz könyvet, de nem rendben. dedikálom, és akkor el tudja adni. Ez még jobb ötlet. Rendben van. Március 12. Dunaszerdahely, március 13. Nyúl, március 14. Köbölkút. Szeretettel várunk mindenkit friss előadásokkal. Addig is hallgassanak minket, tartsanak velünk. Szép napot és jó hétvégét kívánunk mindenkinek. Tanár úr, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Én köszönöm szépen a lehetőséget.